Sziasztok! A mai videóban egy érdekes mérkőzést fogunk leszimulálni. Már rég volt mérkőzés a csatornán. Liverpool a Chelsea ellen a Premier League első fordulójának mondhatni rangadója. Talán ez a legnagyobb mérkőzés, hiszen elindult a Premier League, már játszottak a nagy csapatok, Manchester City, Arsenal is már lejátszotta a saját mérkőzését, de most én kifejezetten a Liverpool-Chelsea-re vagyok kíváncsi, hogy ebből, vagy Chelsea-Liverpool, nem tudom most pontosan, hogy ebből mi lesz ez a mérkőzés, hogy fog kinézni. Ugye új 2024-es Premier League csomagokkal nem régen jelent meg a széria, én szerdán láttam először, az e-mailjóba szerdán. Egyébként félértést, Szoboszlai nincs benne ebbe a szériába, ha jól tudom, lehet, hogy valami kiegészítő szériába benne lesz, de azt is, ebbe sem vagyok biztos, de azt hiszem Szoboszlai tényleg nincs benne, ebbe sem vagyok biztos, de Kerkez Szoboszlai után ment a Bournemouth-ba. Ez nem biztos, ez lehet, hogy tévedek, de hát hogyha nyilván utána ment a Bournemouth-ba, akkor az se lesz jó. Na, reménykedjünk, hogy erre választ kapunk ebben a szériában, mert valószínűleg nincs benne Szoboszlai, meg Kerkez sem. Ugye, egy bármilyen Chelsea és Liverpool kártyát nyitunk, legyen az logó, csillogos, golden baller, bármi, akkor az egy gólt ér az adott csapatnak, ha döntetlen lesz, és én is tudom a Premier League-ben, a döntetlennél nincs hosszabbítás, de hogyha döntetlen lesz, itt van hosszabbítás a pár csomag, mert én ezt a mérkőzést el akarom dönteni, hiába a valóságban lehet döntetlen, és nem lesz hosszabbítás. Nézzük az első csomagot. Ugye egyébként itt is van Golden Baller, Invincible Trophy Card, tehát mindenféle csillogós kártya, a Premier League séria szokásosan megjelent Magyarországon, mint tavaly. Nézzük az első csomagot, ott már jönnek az izgalmasabb kártyák. Egy Ultrasonic a Brightonból, Mitoma. Egyébként nem tudom annyira a Premier League-es igazolásokat, mert hogy a Brighton meg a Fulham között mi folyik, azt pontosan nem tudom. Egy Ultrasonic Mitoma, egy Bernd Leno, ugye a Fulhamből külön gyűjtjük a csillogósokat. A sima kártyától, és egyébként ez a sima kártya dizájn szerint sokkal jobban néz ki, mint az előző szériában, az előző Premier League szériában. Ez nagyon tetszik nekem, ez a kicsi jelenet úgymond a szurkolóknál, a stadionból, és egyébként tudom, hogy a csíkozás az majdnem, hogy ugyanaz, de hát itt nem nagyon változott ez a design, a meccseteknál látszik, hogy a csillogásokat is meghagyták. Aztán jön egy Campbell, ugye a Lutonból, most jutottak fel, egy Anthony, egy Osula, és egy Bayer Burnley-ből, most feljutott csapatok azért özönlöttek. Talán ez a három jutott fel csak. Talán nem. Na nézzük ezt a csomagot is, hát ha ebből gól lesz. Egyébként leszik, már elhattam volna a Newcastle Manchester City-t is, de most ez van, ugye az a következő fordulóban. Van Dijk. Aztán egy Webster, de Van Dijk az gólt ér, ami azt jelenti, hogy vezet 1-0-ra a Liverpool. Hova? Ugye nem tudom, hogy idegenben van a Liverpool, vagy a Chelsea van otthon. Tegyük fel Liverpool-Chelsea akkor. Aztán egy Webster. Jön egy Tozin. Orel. Nem mindenkit tudom a nevét. Oly, de jól néz ki. Ilyet még nem nyitottam. Fire kártya. Sancho. De jól néz ki. Azért nagyon nem így nézett ki az előző Premier League szériából a Fire, pedig azért olyan Ice kártyám is volt, de itt akkor az Ice is gondolom máshogy néz ki, aztán egy World Class, de ez a Sancho kártya. Hány csomagon kinyitható? 12 csomagonként beadta. Nem egy nagy érték talán, de attól még nagyon jól néz ki maga a kártya. 1-0 a Liverpoolnak. Egyelőre nem lesz hosszabbítás. Na nézzük. Kolusszosz, ez is mennyire jól néz ki. És egy Game Changer, Grey. Az előző a Lutonból volt, Aston Villának az új logója, a szenvedély. Mi ez? Hogy néz ki?
Fú, de rossz. Felállás kártya is van, az is ér. Egy Arsenalos Xhaka, Aston Villa és egy Brighton. Szóval az első fél időben vezet 1-0-ra a Liverpool, hát nem annyira gólvű mérkőzés, de az második fél időben ne így legyen. Második fél idő első csomagja. Ott lesz egy logó, a Nottingham logó, és ez a kártya meg van fordítva. Egyébként a Golden Bowlernek arany a hátulja, ez egy bónuszkártya lesz, felállás. Sekretem. Sheffield United-es felállás, ugye a logó az csillogós, itt is. Chelsea-ből Koulibaly, jaj, azt hiszem Koulibaly már talán nem a Chelsea-be játszik, de nem tudom. De Koulibaly. 1-1 a Chelsea-nek, aztán egy Gray, sőt. 2-1 a Chelsea-nek, kapus előre jött fejelni, vagy éppen a kirúgásból beakadt a gól, de nem öngól, nem, olyan nincs, vagy fejlesztés, de nem. Aztán Bournemouth-ból Billing, 2-1 a Chelsea-nek, nagyon fordulatos mérkőzés eddig. Mit válaszol erre a Liverpool? Fel tudnak-e éledni, mert egy kicsit lekapcsoltak? Jorginho playmaker az Arsenalból. Hova teszem? Meg amúgy hirtelen erre a line-upkártyára azt hittem, hogy egy ilyet tettem bele véletlenül. Egyébként alkalmazás nem nagyon szoktam használni. Aztán egy kiolvashatatlan, mondjuk már Precision gondolom, Chilwell. Tényleg. Chelsea gól. Na, és szóval 3-1 a Chelsea-nek, aztán egy Cucurella, 4-1 a Chelsea-nek, ugye le kellett ellenőrizni, Pickford, és Thiago Silva, 5-1 a Chelsea-nek, ez kintés, és aztán meg egy Burkina Fasói, valami olyasmi játékos. Hát, 5 Liverpool-os kártya ebből a csomagból, kíváncsi vagyok, hogy szépíteni fognak-e. Na nézzük, egy Brighton kapus, Steel, aztán egy Fulham Pereira, aztán egy szintén Fulham Leno, egy Almiron, Luton és nincs gól. Egy Luton, Powerhouse, ez is jól néz ki, és akkor egy Arsenalos bónusz logó, ez is nagyon jó kártya. A mérkőzés végeredménye 5-1 lett a Chelsea-nek, azért hogyha ennyire megváltozna a formájuk a szezonban, mondjuk igaz, hogy még nem az első mérkőzésük dönt, Chelsea nem kezdett olyan rosszul az előző szezonban, de nagyon rosszul folytatta igazából a szezonját, ezért 11. helyen zártak, hát ha most jobban fognak teljesíteni, a Liverpool meg azt hiszem 5. lett, de az pont nem bajnokok ligájába jutó, az Aston Villa ellen csinál döntetlent, és így nem jutott be a bajnokok ligájába, még lett volna esélye, de valamelyik csapat ellen kikapott. Az előző, egyébként most érdekességeket mondok, az előző szezonban 2 Chelsea-Liverpool volt, ugye nem 2 Chelsea-Liverpool, hanem egy Liverpool-Chelsea és egy Chelsea-Liverpool, az mind a 2 0-0 lett, szörnyű mérkőzés, és egyébként pont az egyiken Thiago Silvától vettek el egy gólt, de hát ez így reális. És egyébként nagyon nem hiszem, hogy a Chelsea ennyire formában fogja kezdeni a szezont. Ez nem számít, de jön a mentő. De talán azért az előző szezonhoz képest valami motivációt fognak kapni. A Liverpoolnak is kell motiváció, hiszen az előző szezon az, hogy nem szerepeltek a BL-be, az nem volt neki siker. BL döntő után nem sikerült a BL-be jutniuk. Ez olyan, mint a Fiorentina konferencia liga döntő, és aztán mindjárt megkapja a Debrecen. Na jó, nem, de van rá esély bőven, hogy megkapja. Egyébként egy kis véleményt, hogy lezárjak a végén. Szerintem nagyon egyedi ez a széria, nagyon más lett, mint az előző széria. Jó, nyilván a bézlap nem változott sokat, meg valami ilyesmi is volt, ha jól tudom, de tényleg más ez a széria, és egyedi. Ez nagyon jó ez a széria, várom a FIFA 365-et is. Már a sima meccset ezt is azért kijöhetne előbb-utóbb, de ebből még nincs starter, ez érdekes. De akkor ezzel a nagyon szép Fire Sancho-val búcsúznék tőletek. Sziasztok!